mi indokolta az ülési polgármesteri hivatalnak a felújítását, mint ahogy mögöttünk is látszik, éppen a szigetelés zajlik, van folyamatban. Igen, hát évek óta zajlik nálunk egy intézményfelújítási program. Lassan minden intézményünk fűtéskorszerűsítése, napelemmel való ellátása megvalósult. Egy ilyen intézményünk volt, ahol, amihez az elmúlt 10 év során nem nyúltunk, ez pedig a polgármesteri hivatalunk, ahol szinte egyedüliként, eddig egyedüliként konvektoros fűtés van, ami hát valljuk be nem korszerű és nem 21. századi. Most azt csináljuk a polgármesteri hivatalunkkal, amit már régóta tervezünk, ugyanakkor nem volt rá forrásunk, hogy kívülről egy 15 centis szigetelést kap maga az épület, és egy korszerű hőszivattyús rendszert kap még fűtés és hűtés szempontjából, illetve belülről is szigeteljük az épületet, mert a vízzáró szigetelés ez nem valósult meg. Ugye ez az épület ez valamikor az 1960-as években épült, és azóta sokat nem korszerűsített, mindig hozzáraktunk egy kicsit, mindig hozzáépített ülés, és hát most raknánk ezt teljes mértékig rendben. Milyen időtartamot ölel fel ez a felújítás? Pontosan még nem tudom, hiszen nem csak az önkormányzat valósít meg rajta a felújítást, hiszen a külső hőszigetelés, illetve a fűtés korszerűsítés az a kormányhivatal programja, felújítási programja. Szerencsések vagyunk, hiszen a kormányhivatal az ülési okmányiroda okán ugye itt egy járási kirendeltséget üzemeltet, és éppen ezért fér bele a teljes épületnek a felújítása. Ezt a kormányhivatal végzi, és az ülési önkormányzat pedig egy tulajdonképpen egy közel 12 millió forintos pályázati forrással a belső felújítását végzi. Éppen ezért egy kicsit nehéz összehangolni a munkálatokat, de azon vagyunk mind a kormányhivatal részéről, mind az önkormányzat részéről, hogy jól haladjanak, és minden napra be tudjuk osztani a ránk mért feladatot. Ez azt jelenti, hogy a következő 2 hónap áll arra rendelkezésre, hogy minden egyes munkálatokat elvégezzünk. Jó az összhang a kormányhivatal és az ülési önkormányzat között, mindannyiunknak ez az érdeke. És ha minden igaz, akkor a nyári, igazából, ha úgy lehet fogalmazni, ilyen közigazgatási szempontból uborka szezonra készen lesz az épület, és szeptemberre már a bútorzatok és a mindenféle belső berendezés is rendelkezésre fog állni. Tehát a következő hónapok meghatározó munkálatai azok a külső és a belső felújítások, és utána pedig a belső berendezések és a bútorok beszerzése lesz. A lakosság ez alatt a felújítási időszak alatt érzékele majd valamit ezekből a munkálatokból, gondolok itt a szolgáltatásoknak a mienségére, egyáltalán ügyfélfogadás rendjére, változik-e itt valami? Mindenképpen változni fog. Eddig ugye látszódik, jelenleg is működnek és megy a felújítási munkálatoknak minden egyes része, vagyis jobban mondom, majdnem minden része, és tűrünk, mi mint ugye dolgozók a saját irodáinkban. Viszont ami óriási nagy dolog lesz, az amit már említettem, vízszigetelés, tehát ott le fogják verni a vakolatot 50 centi széles, vagy 50 centi magasságban, mindenhol át fogják vágni a falat, be fognak rakni egy vízszigetelő réteget, hogy ne salétra mosodjon a fal. Na ez lesz a legnagyobb munka, akkor mindenki költözik, ez körülbelül egy 2 hetet vesz igénybe, és még pontosan nem tudjuk, hogy hova fogunk költözni, valószínűleg a házasságkötő terembe, de mindenről értesítjük a lakosságot, ezt mondom még egyszer, 2 vagy 3 hét, amikor leterheli majd a polgármesteri hivatal dolgozóit és létszámát és irodáit. Attól függetlenül az ügyfélfogadás az nem szünetelhet, maximum 1-2 napig. Ez az én álláspontom, és remélem, hogy ez a felújítás során is érződni fog. Az ügyfeleket fogjuk fogadni, a helyszín még azt még kialakulóban van. És hát gondolom a felújításnak a végén, akkor a szolgáltatás ügyfélfogadás minősége azért jelentősen javulni fog a körülmények által is. Természetesen kettős az oka annak, jobban mondva 3-as az oka annak, hogy felújítjuk a polgármesteri hivatalt. Egyrészt ugye
energetikailag korszerűsítődik, eddig csak ez az intézményünk maradt ki. Másik részt a lakosok, az ügyfelek, akik jönnek ügyet intézni az épületbe, azok komfortosabban érezzék magukat. Legyen hely a várakozásra, legyen olyan hely, ahol útba igazítják őket, ki lesz táblázva. Én azt gondolom, hogy ez majd segíteni fogja a lakosokat is. A harmadik természetesen a hivatalban dolgozóknak a munkahelyi körülményének javítása. Ez is nyilván számít a felújítás során.